Már is jövünk a nap híreivel. Jó estét kívánok, én Simon András vagyok, a stúdióban pedig egy közgazdász, egy jogász, egy programozó matematikus, szociológus, az egyikük az majdnem maradt is a kaptafánál. Már is mondok neveket is a foglalkozások mellé. Itt van Bősz Anett, a liberálisok elnöke. Jó estét kívánok. Kovács Zoltán, az Élet és Irodalom főszerkesztője. Jó estét kívánok. És Závec Tibor, a Závec Research ügyvezetője. Ugye Tibor az, aki jószerivel maradt a kaptafánál, de azért az érdekelne egész röviden, hogy valaki, aki dolgozhatna közgazdászként, az miért vezet egy pártot, és valaki, aki egyébként jogászkodhatna, annak miért kihívás egy lapot főszerkeszteni? Mondjatok erre egy elfogadható érvet. Más kihívást nem is tudom. Ja, értem. Biztos ez az élet könnyebb oldala, ugye? Soha nem is jutott eszembe. Dolgozhatnál menő ügyvédként, ehelyett. Igen, igen. Most már ez így maradt. Ért a széllel szemben a NER-ben. Most már 10. éve, 11. Jó, hát Anett azért lehetne valahol vezető közgazdász mondjuk egy bankban. Szerintem kicsit magasabb jövedelem. Milyen csodálatos helyzet lenne. Egyébként én ezeket a kihívásokat szeretem igazán. Szóval azt hiszem, hogy ilyenkor nem kell magamnak megmagyarázni, hogy már megint számok, amikor reggel megszólal mondjuk az ébresztő óra, nem? Vagy már megint ugyanazok a banki partnerek, szerintem. Mondjuk hozzáteszem a programozó matematikus, hogy elég menő pályamatosság. Föltártad az életemnek egy olyan szegletét, amit biztos sokan nem is tudnak, mert közvéleménykutatóként vagyok azért ismert, de tényleg programozó matematikusként indultam el, és végeztem az ELT-n, aztán valahogy nagyon kíváncsi voltam, hogy működik a társadalom, ez még a 70-es, 80-as évek fordulóján volt, és aztán szociológussá váltam. De használom a programozói tudásomat, amennyire a számok bűveletében élek állandóan, és ma is ezekkel dolgozom, úgyhogy komplex. És nagyon örülök, hogy újságíróval, közgazdásszal, pártelnökkel, szerintem és jogásszal vagyok együtt. Sajtópereknél Zolinál is erőjönnek a régi tanulmányok. Na jó, beszéljünk akkor az első mai témáról, ugye egyre többen kérdőjelezik meg, hogy indokolt-e fenntartani azt a szigort, ami egyébként most érvényben van. Vendéglátósok, de egyébként olyan orvos is van, aki azt mondja, hogy lazítani kellene. Ezzel indulunk. De tényleg megugrana attól, vajon a fertőzöttek száma, hogy egymástól több méterre leülünk, miközben egyébként bent a boltokban fél hétkor olyan hering zsúfoltság van, amit soha nem láttunk. A vírus elleni küzdelem az első, azonban a terézvárosi polgármester is felülvizsgálná a járványügyi korlátozásokat. A november 11-én hatályba lépő intézkedések része a 19 órás boltzár, az este 8 utáni kijárási korlátozás, és az, hogy az éttermek és kávézók sem fogadhatnak vendégeket. Ezeken változtatna Soproni Tamás a megfelelő óvintézkedések mellett. Korlátozottan ugyan, de a járvány csökkenésével szerinte a mozik és színházak nyitása is előkerülhetne. Hozzátette, a bezártság traumát okozott. A járvány mellett pedig a járványkezelésnek is vannak áldozatai. Kunes Zsombor egészségügyi szakértő szerint a teraszok mellett a középiskolákra és a múzeumokra is kiterjedhetne az újraindulás. Ez viszont csak a maszkviselés, a megfelelő távolság és higiéniás szabályok betartásával képzelhető el. A korábbi országos tisztifőorvos azonban más véleményen van. Falus Ferenc úgy véli, akkor lehetne bármilyen nyitás, ha többet tesztelnének, és azok pozitivitási aránya nem haladná meg a 3%-ot. Ez ma közel 10%. A tömeges oltás fog minket tulajdonképpen... A híradónak küldött minisztériumi válaszsal egyetemben Müller Cecília is arról beszélt kedden, hogy csak a tömeges oltásokkal van esély a korlátozások későbbi enyhítésére. Senki nem mondja azt, hogy el kéne engedni mindent, szóval inkább észszerűsítésről, mint nyitásról beszélnek. Ők hogyan látjátok? Indokolt lenne? Jó, hogyha már előkerült az, hogy közgazdász vagyok, én elkezdtem egy kicsit máshonnan nézni ezt, mert nyilván attól szenved a gazdaság elsősorban, hogy végletekig lecsökkent bizonyos szektorokban a kereslet, illetve attól is, hogy a beígért segítség az nagyon korlátosan állt rendelkezésre, mondjuk a szolgáltatás szektorban, például az éttermi dolgozók bérének bizonyos százalékának átvállalásában, ezt sok ilyet említhetnénk, de én azt gondolom, hogy elsősorban a dráma az, hogy nem kezdett el hasonulni az elmúlt évtizedekben a gazdaságunk szerkezete a nyugat-európaihoz. A rendelés, mint olyan, tehát az online vásárlási kultúra csak bizonyos társadalmi csoportoknál vált általánossá, ezért nehezen tudjuk megmenteni például online vásárlásokkal azokat a szektorokat, amelyek mondjuk a szolgáltatás szektorból, vagy azokat a vállalkozókat, amelyek a szolgáltatás szektorban működnek. És te abban, hogy
egy hibás gazdasági adat, amit a miniszterelnök elhitt, és hogy az vezetett oda, amiben ma vagyunk. Nem feltétlenül szerintem, hallottuk a volt tiszti főorvosnak az álláspontját is, és nagyon sokszor lehet hallani a virológusokat, járványügyi szakértőknek a nagyon szigorú, a jelenleginél sokkal szigorúbb, korlátozó intézkedések melletti kiállását, és tulajdonképpen amikor a kormány dönt, vagy a miniszterelnök dönt, akkor egyrészt ezt kell figyelembe venni, másrészt persze gazdasági mutatókat. Tehát én azt látom, hogy a társadalmi egyensúly van felborulóban, tehát hogy nagyon hosszú ideje tart ez a folyamat, nagyon nehéz megteremteni azt, hogy az ország működjön gazdaságilag, és közben figyelni kell, azért mégiscsak figyeljünk arra, hogy járvány van, és tényleg emberek halnak meg, tehát ez nem egyszerű feladat, és szerintem ez egy olyan kényes egyensúly, amit lehet, hogy nem hónapról hónapra kellene felülvizsgálni, és azt mondani január 11-én, hogy ez eltart akkor február 1-ig, hanem sűrűbben kellene felülvizsgálni, és olyan módosításokat bevinni a hétköznapokba, amik például ezeket a kívánalmakat, amit megfogalmaznak a vendéglátósok, valahogy kezelni. Tényleg rengeteg anomáliája van, én is azt látom, és amit akár Újhely István javasolt, akár Soproni Tamás, azokban szerintem sok praktikus elem van. Nyilván ugye vannak objektív elemek, gazdasági, járványügyi, és van egy tök szubjektív, hogy az embereknek elegük van a bezártságból. Hát az embereknek elegük van a bezártságból, ez teljesen érthető. Ettől függetlenül nekem Falus Ferenc álláspontja áll közelebb hozzám, mert azért még mindig nagyok a veszélyek. Független attól, hogy az emberek mindenféle üzletbe egymás egyén hátán vannak, de hogyha mondjuk kinyitnának ezek a szórakozó helyek, akkor még inkább az lenne. A baj valószínű az, hogy akkor, amikor a kormány nagyon fúkar volt, lehet, hogy kitolódott volna ez akár márciusig, ez a probléma a vendéglátóhelyekkel, de hát én úgy látom, hogy Orbán Viktor és a körülötte lévő emberek ezeket a segélyeket, ezeket úgy kezelik, mint hogyha a saját pénzük lenne, mint hogyha a saját zsebükbe kellene nyúlni, mintha ezek ingyen pénzek lennének, holott ezek nem ingyen pénzek, ezek az emberek dolgoznának, csak nem tudnak, azért a neve segély, mert most kellene segélyezni. Ugye a vendéglősök nem kinyitni akarnak, hanem túlélni akarnak. Tehát, hogyha más segítséget kapnának a túléléshez, akkor valószínűleg akár zárva is tarthatnának. Én úgy vettem észre, hogy a három vendég véleménye nagyon közel áll az önök véleményéhez. Megmutatom a nap kérdését. Pontosabban kérem kollégáimat, hogy mutassák meg a nap kérdését, és az arra adott válaszokat. Ugye azt kérdeztük önöktől, hogy önök szerint kinyissanak-e a vendéglátó és szórakozó helyek, a színházak és a múzeumok? Igen, de csak szigorú feltételekkel, 87% meggyőző többség így gondolja. Nem, bármilyen enyhítés a járványnak kedvez, 13% gondolja így. Ha ránézünk erre a táblára, abból is látszik, hogy könnyű lenne akár populistának lenni. Tehát abban is, hogy akkor karanténfásultság van, nem indokolt fenntartani ezeket az intézkedéseket, nyilván egy ilyen kényes egyensúlyt kell megtalálni. Van-e az ellenzék, vagy a kormányon kívül bárki abban a helyzetben, hogy tiszta képet lásson? Ugye mindig arról szoktunk beszélni, hogy igazából senki nincs tisztában a tényekkel. Tehát valószínűleg csak pontos adatok, Tibor, ismeretében lehet felelősen dönteni arról, hogy hogyan tudod. Tehát nyilván a politikusok talán közelebb vannak információkhoz, parlamenti képviselők, de az újságolvasó, vagy a magamfajta azért a közéletet figyelő ember nincs. Tehát én rengeteg ellentmondásos információval találkozom, nézem az összes számot, ezek sokszor nem koherensek, nem tudom eldönteni ezekből, hogy a járványnak milyen szakaszában vagyunk, tényleg egy lejtmenet van-e, és most már nyitni lehet, vagy nem tesztelünk. Tehát az a baj, hogy pro és kontra rengeteg információt lehet olvasni, ami nem is lenne önmagában probléma, hogyha ennek az egész információs halmaznak a csúcsán egy bennünket komolyan vevő, ezeket a szakmai információkat a közvélemény számára megfogalmazó politikusi, egészségpolitikusi rendszer lenne, tehát ezek a mindennapi megnyilvánulások. Nevezzük mondjuk hiteles tájékoztatást. Hát legyen így, ez nagyon jó. Igen, és ez mindjárt az elejétől fogva hiányzott, mert azért legyünk őszinték, a márciusi időszak azért úgy szerencsésen alakult számunkra, mert azért az enyhébb lefolyású volt, kevesebb halottal. Akkor, mint hogyha
kicsit nagyszájúvá vált volna a kormány, és úgy csinálta, hogy ezt mi megoldottunk, túl vagyunk ezen a járványon, túl vagyunk az első szakaszon, holott, és utána megmaradt ez a beszédmód. Amikor azt mondja, nem akarok mindig miniszterelnököt mondani, de hát azért mégis azt mondta, hogy ő egyet állíthat, hogy ha valaki beteg lesz, ezt meg fogjuk gyógyítani. Ilyet nem lehet épelmével mondani, holott megvan ez a mondat, ezt ő mondta. Utána a baj nagyobb lett, ez látható. És most már aztán a kommunikáció is összeomlott, mert szerintem most már össze-vissza beszéd van. Az emberek nagy része, én úgy vagyok vele, hogy én úgy is hallom, hogy kinéz magának egy szakembert, és azt a szakembert fogadja el, és azt hiszem, hogy ez teljesen életszerű, miután a politikusok össze-vissza beszélnek, ezért vagy őt, most sem is mondok neveket, de körülbelül van 6 név, amelyik mozog, a politikusok össze-vissza beszélnek. És nem magának mondom, ez általában. De személyes megtámadtatásokkal. Még rosszabb, hogy a kormány beszél össze-vissza. Mert ha még csak úgy általánosságban véve a politikusok össze-vissza beszélnek, igen, szerintem igen. Ehhez szép lassan hozzászokik az ember, úgy a felnőtt életében, ahogy megy előre, de viccet félretéve az a baj, hogy valós szándék nem volt a kormány részéről, hogy maga begyűjtse egyáltalán a valós adatokat, és ezért hiányzik a hiteles tájékoztatás. A megelőző, vagy az azt megelőző lépésnél nem tart a kormány. Szerintem ők sem tudják pontosan. De azt hiszi a net, hogy mondjuk Müller Cecília sincs tisztába a pontos adatokkal? A hivatalos adatokkal tisztában van, a pontos adatokkal szerintem nem. Pont azért, amit Falus Ferenc mond, nagyon helyesen, nem tesztelünk eleget, sosem teszteltünk, tehát az első hullámnál sem tudtuk szerintem a valós számokat, de ott az történt, hogy a mi lezárásunk előbb ért minket, mint ahogy elért volna igazán a járvány. És ezért jóval kevesebben betegedtek meg, mint ahányan mondjuk Nyugat-Európában, ezért a kormány egyébként okkal hitte azt, hogy jól kezeltük, csak arra nem számított, hogy akkor a második hullám talán még erősebben vár minket. Csak egy kicsit váltanék témát, marad még a járvány és az oltás, de azzal a hírrel folytatjuk, hogy beoltotta magát Hisz György, Gyöngyös ellenzéki polgármestere. Sem életkora, sem krónikus betegsége egyébként nem indokolta volna, hogy a sor elejére kerüljön. Ő azt mondja, az történt, felhívták és megkérdezték, hogy maradék vakcinából kére, elfogadja-e, és ő elfogadta. Őszintén mondom, most már utólag az ember nagyon okos, hibáztam, és azért bocsánatot kérek, de nem tudtam, hogy ha engem egy egészségügyi szakszemélyzet felhív, akkor most ez jó döntés, nem jó döntés. Utólag, ha tudtam volna, hogy ilyen kereszt tűzbe kerülök, akkor talán nem mentem volna. Na ugye, többféle gondolat következik ebből. Mi egy politikus dolga? Példát mutat, mint a miniszterelnök tette a szezonális influenza oltás kapcsán, és vagy Joe Biden, és a kamerák előtt elsőként oltatja be magát, vagy pedig kivárja a sorát. Védhető-e Hisz György álláspontja? Hát, van egy protokoll, és a protokollt amennyire mi ismerjük, én is regisztrált emberként tájékoztattak arról, hogy várjak, majd fogok következni, akkor azt gondolom, hogy azt be kell tartani. Tehát itt kettő hiba volt. Az egyik, hogy fölhívták, valaki felhívta Hisz Györgyöt az ügyben, hogy van itt egy felesleges. Nem őt kellett volna. Igen, Tibor, de közben vannak hírek, hogy öntenek ki vakcinát azért, mert fel kell használni. Nem a polgármester urat kellett volna felhívni, hanem valószínűleg abban a korosztályban, ami érintett, vagy az egészségügyi dolgozók közül valakit. Hiba volt, hogy ő elfogadta, és tulajdonképpen a harmadik az nem hiba, hanem az egy nagyon pozitív dolog, hogy elismerte, ez is ráfér a politikusokra, hogyha hibázik, akkor ezt elismerje. Ez a komplex rendszer, az egész pedig a rengeteg anomáliára hívja fel a figyelmet, hogy hogy működik az ország, hogy működik ez az egész, hogy a hiány mit termel ki, az, hogy nincsen vakcina, és annak milyen hátulütői lehetnek, és itt sem vagyunk elég információ birtokában, mert nem tudjuk sem azt, és ebben nem csak a magyar kormány felelős, hanem mindenki, aki üzletet kötött az Európai Unió, a gyógyszergyárak és így tovább, hogy ki és mikor fog sorra kerülni. Tehát a protokoll az valamit megmond az életkor alapján, meg a veszélyeztetettség alapján, de az, hogy ennek mi a terminusa, hogy mire számíthatunk, kósza információk vannak. Tegnap Bánki Erik azt nyilatkozta, hogy húsvétra talán így kinyit az ország. Most ő többet tud vajon
erről az egészről, mint nem tudom, miniszterelnök, mert ő nem mondta, hogy húsvétre április 4-énre fog esni, hogy akkor kinyitunk. Tehát, hogy rendkívül, itt is nagyon zavaros a tájékoztatás, nem tudjuk, hogy mikor mi fog történni. Ugye, érdekes a szociológus, hogy a tekintélyelvűség. Tényleg, megmarad vakcina, ha ez történt, miért nem egy idős otthont hívnak fel? Vagy miért nem a kerületi, vagy a nem tudom, megyei ANT-t? Miért a polgármester? Mert Magyarországon általában nem azt hívják fel, aki rászorult, vagy aki a protokoll szerint jönne, hanem azt fontos hívják a valamelyik helyi vezetőt. Egyébként tényleg, hát én azt mondom, hogy hibázott nagyon ritka Magyarországon, hogyha valaki elismeri, bár egyébként többet nem, szóval más nem tehetett volna egy polgármester. A másik pedig az, hogy ez a bizalomhiány, ez, hogyha egyszer kialakul, azt nagyon nehéz leküzdeni, és ez akkor nem lehet három nappal. A bizalomhiány egyébként folyamatosan alakult ki, és ez a deficit csak nőtt. Most én úgy látom, hogy ezt föl is adta a kormány. Ő most már megy a feje után, ő már nem akar visszaszerezni semmi bizalmat, mert úgyse tudna, szerintem ez nagyon elszaladt ez a ló, ez a kocsi, ez a hajó elment. De Zoli, lehet választásokat nyerni bizalmi deficittel? Nem is fognak. Hát most szerintem ez már ez egyre inkább olyan irányba megy, hogy ezt nagyon elszúrták. És most ugye valami határozott képet próbálnak festeni magukról, ami nem nagyon sikerül. Nekem ez a véleményem, hogy ez egy nagyon nagy hiba volt. Nem akarok Amerikáig elmenni, de hát azért a Trumpnak is az egyik problémája ez a rossz kezelés volt. És... Igen, és én is hiszem azt, hogy egy kormányváltás felé megyünk, és hogy valóban alig másfél évünk van egy új kormányig, de visszatérve az eredeti kérdésre, szerintem sokkal nagyobb probléma. Emlékeztetni, hogy most egy ellenzéki városvezető hibájáról beszélünk éppen. Igen, de én sokkal nagyobb problémának látom azt, hogy ő megkapta ezt a telefont. Tehát aki a telefon másik végén, illetve aki a telefon másik végén ülőt arra utasította, hogy őt hívja fel, az egy hiba. Teljesen mindegy, hogy idős otthon miért nincs egy olyan lista, ami alapján az elsőként értesítendők közt ott vannak a krónikus betegek, az idősek, és nem biztos, hogy az éppen egy idős otthon evidensen. De szerintem egyébként pont a városvezetésnél a legidősebb polgártársaik ott is vannak városi szinten, mert sok városvezető például 90 és a 100 éves honfitársainkat fölköszönti, akár személyesen is, tehát tudják ezeknek az embereknek jellemzően az elérhetőségét, de még egyszer mondom, a sokkal nagyobb hiba, hogy kerül a kalapba egy egyébként nem krónikus beteg, nem idős városvezető, akit meg lehet erről kérdezni, hogy az amúgy is hiányzó vakcinából vajon ő kére egyet. Mert erre vagyunk szocializálva, hogy ilyenkor a fontos embert hívjuk fel. És hát azért, hogyha most tudnánk azt, hogy még hányan kaptak a protokollon kívül, akkor azért ez egy elég nagy szám lenne, ezt én egészen biztos vagyok benne. Szóval, hogy feltételezitek, hogy ez mondjuk kormány oldalon is megtörténhet, csak arról nem biztos, hogy hirtad a... Én feltételezem, igen. Sajtó? És titokban ott van az oltás, azt én el tudom képzelni abszolút. Megjegyzem, hogy szólt arról híradás, hogy nem emlékszem az országról, hogy van olyan európai ország, amely azt mondja, hogy maradék vakcinából bárki beoltathatja magát az adott napon, hiszen a felbontott dobozt föl kell használni. Igen. És ez viszont szerintem, ez protokoll kérdése, hogy húzzuk meg, de ha itthon úgy szólt a protokoll, hogy az idősek és a krónikus betegek, akkor ezt követni kell, és ettől eltérés nincs. Az a baj, Tibor, hogy muszáj elmennünk reklámszünetre, láttam, hogy levegőt veszel. Lehet-e bizalmi válság vagy bizalmi deficittel választást nyerni? Erről is beszélünk majd mindjárt néhány perc múlva. Bősz Anett, Kovács Zoltán és Závetz Tibor a ma kora esti beszélgető társak. A következő témánk pedig az, hogy Jakab Péter bejelentette, miniszterelnök jelöltként megmérettetne a miniszterelnök jelölti erőválasztáson, illetve Pálinkás József, az Orbán kormány egykori oktatási minisztere, a Tudományos Akadémia korábbi elnöke is azt mondta, hogy pártja kész részt venni az ellenzéki összefogásban. Na, erről beszélgetünk az elkövetkező percekben.
Elindul a miniszterelnök jelölti előválasztáson a Jobbik elnöke. Évértékelőjében Jakab Péter történelmi tettnek nevezte az ellenzék összefogását. Jakab foci hasonlattal élve úgy fogalmazott, a jobb láb nélkül a bal egyedül nem tudja kicselezni, legyőzni ezt a rendszert, együtt viszont képesek rá. Közben Pálinkás József, az Új Világ néppárt vezetője bejelentette, szervezete részt venne az ellenzéki előválasztásokon. Bár pártja nem tagja a hatpárti ellenzéki összefogásnak, de együtt akar működni vele. Ha nem teszik nyitottá az előválasztást, az Új Világ néppárt önálló listát állít és egyedül vág neki az országgyűlési választásoknak. Az már biztos, hogy Szanyi Tibor pártja önállóan indul a 2022-es választáson. A szervezet önálló programot, egyéni jelölteket, önálló listát és saját miniszterelnök jelöltet ígér. Szanyi pártján kívül eddig a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelentette be, hogy külön listával próbálkozik. Tisztult-e a kép, vagy tovább bonyolodott? Gondolok arra, hogy ugye mindenki azt mondja, hogy 21 van, 22-ben választások lesznek, kéne már látni, hogy egyáltalán kik a nevek a pályán. Hát gyűlnek a nevek. Jakab Péternek volt egy fontos mondata, amelyet nem menjünk el. Nem csak azt mondta, hogy indul a előválasztáson, hanem azt is, hogy amennyiben nem ő nyeri ezt meg, ha megnyeri, akkor értelemszerűen ő az ellenzék miniszterelnöke, ha nem ő nyeri meg, akkor pedig támogatni fogja azt, aki megnyeri. Tehát ez egy nagyon fontos... De ez így sportszerű, nem? Abszolút így sportszerű, de ezt nem árt néha kimondani, mert hogy minden ilyen egységnek, ami megformálódik, és nem túl régi egység, ez a hatpárti egyesség, ennek azért lehetnek olyan anomáliái, hogy egyszer valakiben fölbuzdul jobban az akarat, hogy ő esetleg túldimenzionálja saját értékeit, saját magát, és ebből konfliktusok származhatnak. Úgy nagyjából tudom, miről beszélek, meg ugye 106-szor előfordulhat ez a történet, tehát hogy megy a versengés azért, hogy hol ki legyen jelölt, és ez egy nagyon fontos mondat volt, egy ilyen megnyugtató, higgasztó mondat. Az, hogy a többi, és még sokan vannak ugye jelöltek. Most Pálinkás József tényleg azt mondta, hogy akkor az ellenzéki együttműködés részeként is ez egy új tényező, és itt mondom el, hogy egyszer valaki rábírt arra, hogy számoljam ki, hogy körülbelül mennyi az a, mekkora az a közeg, amit Pálinkás József személye be tud fogni. Tehát az a karakter, mondjuk azt, hogy Fideszt már nem kedvelő, egykor Fidesz szavazó és konzervatív jobboldali választópolgár. És akkor ebből kijött sok-sok számolás után, még csak ez a szakmá, hogy ez lehet egy 100-150 ezer támogató. Amennyiben ez a 100-150 ezer szavazó, tehát ex-fideszes, konzervatív, jobboldali, valamilyen módon az ellenzéki együttműködés külső részeként, vagy belső részeként valahol ott van, az nagyon sokat számíthat, és mindenki nagyon sokat számíthat, aki benne van, mert a választókeretek tekintélyes részében szerintem 100 szavazatokon múlhat az, vagy még annál kevesebben is, hogy ki lesz abban a választókeretben a parlamenti képviselő. Tehát szoros versenyek lehetnek. Ezért fontos, hogy ez a típusú egység, ez minél szélesebb legyen, és a baltól a jobb középig valahogy formálódjon meg. Anett miért nem indul el? Ezt most komolyan kérdezem, tehát, hogy politikai ambíciói nyilván vannak, hiszen bennül a parlamentbe. Nem egy tömegpártot irányít, de éppen ezért lehet egy integráló személyiség, és ráadásul iszonyatosan szükség lenne nőkre. Nem gondolkodott rajta? Minden állításával egyetértek, azonban ezt el kell, hogy mondjam, hogy az jelenlegi ellenzéki szövetségnek, ennek a hat logós konglomerátumnak, ennek volt egy előtörténete, az pedig már a 18 év végi tüntetéssorozat. A rabszolgatörvény ellenes parlamenten belüli tüntetés, amelynek mindannyian részesei voltunk, és azt követően pedig a tévészékházban eltöltött éjszaka, amivel szerintem olyan embereket is elértünk már, akiket korábban nem. Ezt követően 2019. január 2-án mi leültünk egymással. Azóta épül a bizalom, és én például egy olyan helyzetben vagyok, amiben egyszerűen nem csak önmérsékletet kértek tőlem, vagy nem, azt gondolom, nem is kellett ezt kérni, egy olyan játékszabály keletkezett az ellenzéki szövetségen belül, amely azt mondja ki, hogy vagy magyar parlamenti frakcióval, vagy EP képviselettel rendelkező pártok vannak most ott, amelyeknek a pártelnöki találkozón részt vesznek. Ez nem azt jelenti, én például rendszeresen része vagyok annak a csapatnak, amely előkészíti ezeket a pártelnöki találkozókat,
találkozókat. Mégis azt gondolom, hogy pártelnökként felelős vagyok azért, hogy azt mondjam, hogy a liberálisokat a szövetségen belül, jelen pillanatban egyelőre logó nélkül, aztán reményeim szerint majd logóval, bent tudom. Készülünk is arra, hogy legyen néhány jelöltünk, akik megmérettetnek majd az előválasztáson, tehát ez egy fontos dolog, de szerintem most az én jelenlegi magatartásom egy fontosabb üzenet, mint hogy mondjuk bemenjek ebbe a körbe, akiket láttunk most a bejátszásban, hogy kvázi kívülről van egy miniszterelnök jelölt. Zoli, neked az milyen, hogy a szónak ebben az értelmében most egy oldalon áll Jakab Péter, Pálinkás József, meg mondjuk Dobrev Klára, tehát elvileg ez a három nagyon különböző ember, ez most ugyanazt képviseli. Hát nem ugyanazt képviseli, és hogyha én nagyon üdvözlök mindenféle előválasztást, ez a 2018 óta a baloldalnak a jóformán az egyetlen, de nagyon hatásos, nagyon jó innovációja. Ezt nem hittek benne egyébként a jobb oldalon, lesajnálták ezt a dolgot, és ez nagyon sokat hozott a 2019-es önkormányzati választásokon is. Az, hogy ők egy oldalon állnak, azt én csak üdvözölni tudom, sokakkal szemben én azt hiszem, hogy kell hozzá, akárhogy nézzük, kell hozzá Jakab Péter, mert most tényleg, hogyha Orbán Viktort, vagy ezt a rendszert le kell váltani, akkor mindenki kell hozzá, annál, amit ő képvisel, annál még a káosz is jobb. Mert abból lehet valami, abból, amit mi itt most látunk, hogy mi történik ezzel a kormánnyal és vele együtt az országgal, annak nem látni a végét. Lássuk be, nincs vége. Hol a vége? Megint ugye egyszer tartozunk és ragaszkodunk az unióhoz, egyszer nem ragaszkodunk, azon kívül is van élet. Ez nem biztos, hogy káosz lesz egyébként. Nagyon nehéz lesz a kormányzás, bárki nyeri, bárki váltja le ezt a mostani Fidesz kormányt, de hát ezért lettek politikusok azok, akik politikusok lettek, oldják meg. Megjegyzem. Bocsánat, nagyon, nagyon rövid reakció, megjegyzem, hogy nagyon dolgozik azért az ellenzék, hogy ezt a egyáltalán a vélelmet, hogy egy káosz következne egy kormányváltás esetén visszaszorítsuk, és azon is, hogy legyen egy olyan közös program, amiért kormányt váltunk. És ez jóval több annál, mint hogy helyreállítani a demokratikus intézményrendszert és a jogállamot, szakpolitikai javaslatcsomagok, illetve a köztünk levő bizalmat emelném még ki ebben a programalkotási folyamatban, ami vissza tudja fogni azt, hogy adott esetben sokfelől jövünk, ez alapján azt kell, hogy mondjam, hogy okkal feltételezik sokan, hogy káosz jönne, nem fog káosz jönni, mert két éve együtt dolgozunk. Szerintem se jön káosz, én azt mondtam, hogy ennél a káosz is jó. Ez. Csak egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy a politika azért pragmatizmus is, tehát azon túl, hogy tényleg széles a konglomerátum, és sokféle nézetrendszer van ebben a hatpárti együttműködésben, és a társutasokban is. A pragmatizmus alatt azt értem, hogy Jakab Péterre azért van szükség nagyon, vagy a Jobbikra, mert a kis településeken a hat ellenzéki párt közül a Jobbik az, és Jakab Péternek a stílusa az, és hangütése, amire a legnagyobb fogékonyság van a kis településeken. Ő tudja hozni ebbe az együttműködésbe leginkább a falvak, kisvárosoknak a ellenzéki támogatóit. A nagyvárosokra többen vannak, meg még a középvárosok is, nagyon sokan elnyúlnak az ellenzéki pártok közül, de a Jobbiknak a legitimációját pragmatikus módon ez adja. Az utolsó 5 percben a Nap Facebook posztját szeretném még szóba hozni. A Nap Facebook posztja a Facebook törvényről szól, idézem önöknek. Ma már önkényesen bárki lekapcsolható az online térből, bármilyen hivatalos, átlátható, tisztességes eljárás és jogorvoslat lehetősége nélkül. Lekapcsolhatók a pékek, a fodrászok, a nyugdíjasok, a tanárok, kis- és nagyvállalatok, valamint állami vezetők is, posztolta Varga Judit, igazságügyi miniszter, és ugye kiderül a hírből, hogy a közösségi média szabályozására készül a magyar kormány. Szóval biztos tök fontos kérdés, csak nem biztos, hogy egy világjárvány és egy gazdasági összeomlás közeli helyzet kellős közepén. Szóval, hogy
Amikor néhány hónappal ezelőtt azzal foglalkozott a kormány, hogy az apa férfi, anya nő, akkor is sokat beszéltünk arról, hogy terelés, vagy tényleg úgy érzik, hogy most ez a legégetőbb feladat. Hogy látjátok? Szerintem ez önmagában egy fontos téma. A Schiffer András hosszú cikket írt arról, hogy miként lehet ezt értelmezni. Azt gondolom, hogy ez egy fontos téma a nyilvánosságnak a szerepváltozása, de ebben az esetben, hát engedtessék meg, én mégiscsak azt gondolom, hogy egy nagyon primér parlamenti választásra való felkészülésről van szó. Érzi a Fidesz azt, hogy azon a területen, amit nem ő felügyel, esetleg ellenzéki pártok is szóhoz juttatnak, horribile dictu, még ellenzéki szavazók egymással kommunikálhatnak, meggyőzhetik egymást, erősíthetik egymást, és ez nagy veszély egy olyan rendszerben, ahol mindig mindenki van találva, és fölülről van vezérelve, ez pedig nem olyan. És szerintem inkább ez a motiváció, és nem az, hogy a nyilvánosság szerepváltozását most... Lehet szerintetek szabályozni ezt az egész szcénát? Tehát a szellemet vissza lehet gyömöszölni a palackba? Nekem azt tetszik, ja, bocsánat, azt tetszik az egészben, míg abban a Varga Judit mondta, hogy az egészet azért kell megreformálni, vagy törvényt alkotni. Mert a pékeket lekapcsolják. Mert a pékek nem érdekesek, hanem ellenőrizhetővé és átláthatóvá kell tenni ezt a működést. Na most Varga Judit egy olyan kormánynak az igazságügyi minisztere, amelyiknek a működése se nem ellenőrizhető, se nem átlátható. Azt nem tudom, hogy milyen alapon, vagy ettől már megint az embernek ilyen föláll a szőrre hátán, hogy már megint átláthatóvá tesznek mindent. Azok, akik 10 éve bevonultak a hatalom sáncai mögé, és onnan levelekkel kommunikálnak a néppel. Zoli, hogy ne lenne ellenőrizhető? Ott van az ügyészség, ott van az állami számvevőszék. Hát tehát, hogy ott vannak a hivatalok, legyen egy hivatal, ami a Facebookot is ellenőrzi. Mert a fölött ebben a pillanatban nincs hivatal. Jó, a Facebookot lehet szabályozni éppen. A Facebookkal az a baja a kormánynak valóban, hogy azt nem ők találták ki. A Facebookra menekült mindenki, aki kiszorult az állami médiából, és ott a Facebook, miután magánvállalat, meg magáncégek csinálják, sokkal innovatívabbak, mint az, hogy ott pücsörögnek az emberek, és hülye kérdéseket tesznek föl, a kormánypárti politikusoknak ez nem innováció. És még az is munka, hogy ki kell őket tiltani az oldalaikról. Tehát azért ugye föltesznek kérdéseket, hozzászólnak, hogy ellenvéleményt fogalmaznak meg. És tényleg az a helyzet, hogy ott még él a sajtószabadság. Én ezt látom, illetve azt is, hogy Varga Juditnak volt egy megelőző posztja, amiben azt vélelmezte, hogy az ő oldal látogatottsága az már a Facebook irányított algoritmusai miatt esett vissza. Hát én meg azt mondom, hogy ez a kormány népszerűségének a visszaesése, legalábbis amit én sejtek mögötte, nem kell azt gondolni mindig, hogy mindenható a kormány, meg az sem, hogy át akarhat nyúlni mondjuk világ cégeken. Alapvetően az a problémájuk, hogy él a sajtószabadság a Facebookon, és ez azt olvastam egy Élet és Irodalom című újságban. Ifjabb Lomnici Zoltán, kormányközeli jogász és gondolkodó, arra a fölismerése jutott, hogy Magyarországon a jobboldal ellenzéki szerepkörbe kényszerül, a Fidesznek nincs elég hatalma. Erős állítás. Szóval, hogy erről szól szerintetek a történet, hogy még a Fidesz még mindig úgy gondolja, hogy nincs elég hatalma a nyilvános térben? És... nem tudom, ezek úgy mászkálnak az utcán, hogy mindig hátra néznek. Jön-e valami? Biztos jön valaki, de hogy jön, hát az egész, minden az övé. És mégis, ugye pontosan ugyanaz, mint 88-ban volt, hogy ott állt szegény Lakatos Ernő egy ilyen törölközővel, csapkodta a halántér, és azt mondja, hogy hát mindent megpróbálunk, és mégis kiröhögnek minket. De most az a helyzet, hogy ezzel nem mennek semmire. Tényleg, én nem nagyon, tehát van a Facebookkal sok bajom, meg az internetes újságírásod, de speciál, az nem tudok mit kezdeni. Szerintem az a formátumos politikus, aki állja a nyilvánosság kritikáját, és az bárhol is fogalmazódjon meg, és nem lediktált mondatokra kell büszkének lenni, hanem azokra a pozitív visszajelzésekre, amit spontán módon az állampolgárok, a választópolgárok adnak, mert egy kormánynak az is kijár, hogyha jó véleménnyel vannak róla. A kormánynak nem megy. Ennek a kormánynak nem megy. Nem az a legény, aki adja, hanem aki jár. Állja, így van. Köszönöm szépen a beszélgetést Bősz Anettnek, Kovács Zoltánnak és Závetsz Tibornak, önöknek meg a figyelmet. Vigyázzanak magukra, minden jót, viszontlátásra.